Hát a zsarolás az nem egy európai magatartás. Hát valakit azért zsarolni, mert betartja a közös szabályokat, az egy európaiatlan dolog. És talán Görögország is méltóztatna betartani a közös szabályainkat, vagy fogadna el segítséget annak érdekében, hogy be tudjuk tartani együtt közösen a közös szabályokat, akkor nem lennének ilyen kihívásaink. Tehát fenyegetőzés, meg zsarolás helyett szabályok betartása. Ezt tudjuk nagy tisztelettel kérni görög barátainktól. When we heard the